én is éreztem azokat a pontokat, amikor egy gyengébb jellemű ember az azt mondja, hogy jó, oké, ez soha több nem csinál, mint egy orrtörésnél, vagy egy bordatörésnél. Ez volt az első olyan dolog, amire azt mondtam, hogy ha vért izzadok is, tényleg végigcsinálom. És hát most már így utólag megköszönöm ezt magamnak, hogy így álltam hozzá. Bizonyítani szerettem volna azt, hogy mert tényleg nagyon sokszor megkaptam az életem során, hogy nekem milyen könnyű, hogy alám a szüleim mindent alám tesznek, hát ezt azzal cáfolnám alá, hogy egyébként már 4-5 éve egy forintot nem kérek kölcsön a szüleimtől. Nyilván tönkre ment a magánéletem bele, de én tisztában voltam arra, hogy ez így lesz. Tól akkor oda képzelted az exed arcát, amikor mentek. Volt egy pár alkalom, amikor igen, így sírva oda képzeltem és őt püföltem. Szélesebb lett a vállad. Jó, nagyon jól nézzek ki. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a Blik nézőit. Véget ért a Starbox, ahol női pehelysúlyban Schubert Lara aerobik reménység, férfi könnyűsúlyban pedig az énekes vitéz Varga Viktor kezét emelték a magasba. Most pedig a Starbox titkokról és élményeikről fogunk beszélgetni. Köszönöm, ha feliratkoznak az összes csatornánkra. Na hát tudom, hogy a Starbox titok az egy elég erős kijelentés volt. Igen, akartam mondani, nekem nincsenek titkaim. Semmi. Biztos van azért valami, hogyha eszetekbe jut valami titok, akkor az... Max a szerződés, ami ugye titok tartós. Igen. Akkor arról nem szabad beszélni. Úgyhogy megvan, jó, hát. Köszönjük szépen, sziasztok. Jó. Okay. Akkor olvassuk fel a szerződést, és akkor... Igen. Jó, hát akkor beszéljünk egy kicsit a legekről. Mi volt a legizgalmasabb pillanatotok? Kezdjél. Ó, köszönöm szépen, ajánlást. Hát ez gyakorlatilag végig izgalmas pillanatokból áll, szóval kicsit nehéz lenne rangsorolni, de hát nyilván a szorítóban történnek a legizgalmasabb események. Főleg azok a pillanatok, amikor félig vagy csak úgy tisztában a jelennel, mert valahol egy egészen másik térben lebegsz, szinte egyedül érzed magad, és jön valaki, aki meg akar ölni, le akarja tépni a fejedet. És ennek a kezelése talán a legizgalmasabb, hogy ez kin hogy csapódik le, hogy nyilván van, akinek ez nagyon rosszat tesz, és szétesik, van, akit pedig összeszed ez az adrenalin fröccs. Igen, én is így most tapasztaltam meg igazán magamon, hogy a teher alatt még jobban teljesítek. Szóval nekem kell az a maximális terhelés, hogy én mindent ki tudjak hozni magamból, és ezzel egyébként maximális egyetértek, mert az edzések is nagyon izgalmasak, meg tényleg ott azért olyan ütéseket kapunk, hogy ne érjen minket meglepetés a meccsen, de tényleg az a meccs adrenalin, meg amikor onnantól kezdve, hogy az ember belép a szorítóba, nekem ott például minden izgalmam elmúlt, és egyszerűen annyira tényleg nehéz ott megtalálni azt az egyensúlyt, meg azt a hogy fejben ott tudjál lenni, de azért mégis el kell, hogy picikét boruljon az agyad, mert mégiscsak neked kell ott győztesként kijönni, szóval azok tényleg rettentő izgalmas, nekem 4x másfél percek voltak. Mi volt a legkeményebb? Volt olyan pont, vagy nálatok akkor egyáltalán nem volt olyan, hogy szétestetek? Hát a legkeményebb dolgok, az, ahogy a Lara mondta, azok az edzésen voltak. Hát nekem is voltak olyanok például, akik 120 kilósak voltak, és azokkal boxolni, ilyen országos bajnok, meg Európa bajnok, 120 kiló izomtömeg ember, ott olyan ütések meg, hogy rendesen leszakad a fejed. Meg így szinte bármit ütsz, így látják már így előre ja, az persze, ütésedet. Szóval akármit csinálsz, így nem tudsz semmit hatni ellenük. Én is az edzőmnek, a Dobrádi Zsoltnak a lány testvérével sparingoltam nagyon-nagyon sokat, és ő Európa bajnok volt, meg minden, és egyszerűen azt éreztem ezeken az edzéseken, hogy én olyan rossz vagyok, de közben meg nyilván ezek a kesztyűzések, ezek a sparingolások pont azért voltak, hogy fejlődjek. De azokat a csalódásokat, amikor nem tudsz úgy szerepelni, ahogyan te azt elképzeled, nagyon-nagyon nehéz volt szerintem megélni. Hát pont ez, hogy nem jó emberhez mértük magunkat. Igen. Hiszen ők ugye évtizedek óta ezzel foglalkoznak nap, mint nap, mi meg ide belecsöppentünk. Csak de, azt nagyon de, nehéz de más celebeket nem kezelni. Láttunk. Igen. Tehát mi csak hozzájuk tudtunk mérni magunkat. Így van.
És aztán itt derültek ki a meccseken, hogy ja, amúgy de jó vagyok. Igen. Akkor realizáltuk, hogy vagy amikor esetleg mondjuk egy gyengébb kesztyűpartnerrel kesztyűztem, akkor éreztem, hogy így, oh, amúgy nem is vagyok olyan rossz. De hát nyilván egy profival szemben ott azért voltak olyan pillanatok, amikor azt mondtam, hogy át, hagyjatok, én ezt abba hagyom. Hát én olyan rossz vagyok, hogy mit keresek itt? Egyébként azt gondolom, hogy mi még jobb helyzetben vagyunk, mint a profik, mert egy olyan dolgot kaptunk, amit még ők sem nagyon kapnak meg. Tehát az, hogy itt van egy fél év, egy év annyira intenzív felzárkóztatás, mint amit ugye mi végigcsináltunk, ezt ugye ők mondjuk csinálják 5-6 évig, amíg eljutnak egy versenyig. Igen. Mi azonnal megkaptunk egy olyan versenyt, amit még ők se kapnak meg, ekkora felhajtást és ennyi embert, és mint egy tényleg gladiátorként lépett. Meg az edzőnek a fókuszát, a figyelmét, a szeretetét, a minden napját, szóval tényleg én rettentő hálás vagyok ennek az egésznek, hogy ilyen hirtelen belecsöppelhettünk, és így megérezhettük ennek az ízét, hogy milyen is egy tulajdonképpen egy élsportoló felkészülés. Igen, soha többé nem leszek élsportoló. Én sem. De sok kritikát kap ugye a Starbox, mi összességében mindenki, hogy hát ez nem is igazi sport, ez csak celebverekedés. Erről mit gondoltok? Azt mondhatom, hogy... Mondd! Azt gondolom, hogy amíg... Én még sosem néztem sportot, én inkább csináltam. De amikor néha láttam ilyet, akkor igen, amikor ott ülsz, és közben eszed a chipset, meg iszod a sörödet, akkor nagyon könnyű bármit mondani, és megoldani a feladatot. Meg kritizálni, hogy jaj, ezt így kellett volna csinálnod. De amikor ott vagy bent, és senkire nem számíthatsz, és csak arra hagyatkozol, ami te vagy, de közben már elment minden erőd, mert egy-két ütéstől annyira el lehet fáradni, és nem is az ütés maga, hanem az idegrendszered, ahogy ez az élet-halál játék van. Ezt nem tudják átadni a televízión keresztül, ezt nem kapják meg. Hát meg az is rettentő fárasztó, mert mint ezt most csak magamból tudok kiindulni, hogy nekem például a meccsem, az első meccsem, nektek valamilyen szempontból jobb volt talán egy picit, mert nektek több meccsetek volt, de nekem az első meccsem az szeptember 8-án volt, majd utána csak november 3-án volt a legközelebbi, és abban a pár hónapban annyira nehéz megtartani tulajdonképpen azt a motiváltságot és azt a fókuszáltságot, hogy tényleg november 3-án is azt tudjam nyújtani, amit ugye 8-án, mert azért abban az időben egy picit ki tud égni az ember. Én irigyeltem egyébként a fiúkat, mert ott azért így folyamatosan jöttek a meccsek, nyilván emiatt sokkal nehezebb dolgotok is volt, mert... De nem estünk ki. De nem estetek ki a ritmusból. Szóval én egyébként ezt éreztem egy picikét magamon a döntőben, hogy már talán nem tudtam annyira felszívni magam, mint mondjuk az első meccsen. Itt is nagyon motivált voltam, de nehezebb volt. Egyébként bárhol és bármikor elkattanhat az agyad, és ki akarsz állni. Tehát én is éreztem azokat a pontokat, amikor egy gyengébb jellemű ember az azt mondja, hogy jó, oké, ezt soha többé nem csinálom, mint egy orrtörésnél, vagy egy bordatörésnél. Akkor ott azt gondolod az egy napig, hogy jó, ez nekem nem kell, ez szörnyű volt. És aztán egy hónap szenvedés, de akkor is, amikor az ember kitűz egy célt, akkor azt azért tűzte ki, hogy azt elérje, és utána egy újat keressen. Ne abba tengődjön a boldogságba. Szóval én így gondolkozok az életről. Persze, egyértelmű. Nekem meg pontosan azért fogtam bele ebbe az egészbe, mert itt elhatároztam, én már nagyon sok mindent félbehagytam az életem során, de ez volt az első olyan dolog, amire azt mondtam, hogy ha vért izzadok is, tényleg végigcsinálom. És hát most már így utólag megköszönöm ezt magamnak, hogy így álltam hozzá. Igen, amúgy az érdekes, hogy közös kettőtökben, hogy mind a ketten nagyon meg akartátok mutatni, ezt te mondtad is, hogy meg akarod mutatni, hogy nem vagy anyuci a puci pici lánya, te is azt, hogy azért nem vagy ez a tipikus trash celeb, azért neked az első meccsednél úgy, ahogy sikerült, az kicsit ölelkezőse sikerült, de utána azért mégiscsak ti vittétek el. Ugye, meg ez jó volt, ez dramaturgiája volt az egésznek. Tehát erről is azt gondolhatja, hogy biztos fel volt építve. Valójában a jó Isten építette. Nem tudom, hogy lehetett volna felépíteni. Az, hogy szoktak, én kapok ilyeneket. Ja, kamu volt az egész. Meg... Ezt minden műsorra azt mondják, hogy meg van írva. Persze. Azt mindig elfelejtik az emberek, hogy nem olyan jó színészek azért az emberek, hogy ezt meg tudják valósítani. Úgyhogy. Igen.
De szerintem tényleg mind a ketten annyira, most ezt ki lehet jelenteni, szerintem annyira megérdemeltük. Tehát, hogy a Viktor is rengeteg munkát tett bele, biztos, hogy mindenki más is. Tehát, hogy én minden egyes versenytársamnak elismerésem, amit véghez vitt. De én azért végigkövettem a Viktornak a felkészülését, ő is az enyémet, és bárki bármit mondhat, hát csinálják utánunk, tényleg. Kinek akartátok a legjobban bebizonyítani, hogy jók vagytok? Nyilván én igazából keresem mindig a változást. Én azt szeretem, hogy mindig egy teljesen új dimenzió nyílik meg előttem, és most ez ugye egy nagy lehetőség volt az, hogy egy profi boxoló életébe kerülhettem bele egy évre. Úgyhogy engem ez motivált igazán. De hogyha akarunk keresni valami ilyen nagy bizonyítást, akkor azt szoktam mondani, hogy a Vitézi címemet szerettem volna megvédeni, mert sokan mondták, hogy a háborúba elestél, meg a sok sútyó duma. És mondom, akkor tessék, itt van. Most három embert kiiktattam, akkor most már megnyugodhat az is, aki cseszegetett ezzel a hülyeséggel. Hát nekem az első motivációt egyébként tavaly kaptam, amikor megláttam az első bevonulást, és én a box, az ökölvívás, mint sportot mindig egy olyan gizda sportnak tartottam, szóval így sose voltam vele képben, meg sokáig én is úgy álltam hozzá, hogy jaj, csak két ember üti egymást, hát nagyon nem, tehát ez konkrétan a sakhoz tudnám egyébként hasonlítani ezt a sportágat, de nekem az első motivációt ez a bevonulás adta tavaly, én ott elhatároztam, hogy nekem egyszer itt be kell vonulnom mindenféleképpen, mert nagyon menő szerintem, és aztán nyilván így elkezdtem így ízelgetni a sportot, és nagyon megtetszett, és nyilván bizonyítani szerettem volna azt, hogy mert tényleg nagyon sokszor megkaptam az életem során, hogy nekem milyen könnyű, hogy alám a szüleim mindent alám tesznek, hát ezt azzal cáfolnám alá, hogy egyébként már 4-5 éve egy forintot nem kérek kölcsön a szüleimtől, de mindegy, nem is ez a lényeg, mindenféleképpen szerettem volna valamit letenni az asztalra, ha eddig nem is tettem, amiben tényleg nem tudnak belekötni. Jó, nyilván most azért kapom, hogy bunda, meg hogy ezt is apáik megvették, ezeken nyilván nagyon... Sok pénz van akkor apáiknak. Bárcsak ilyen egyszerű lett volna ez az egész, hogy ezt csak úgy meg lehet venni, nem? Szóval nyilván az embereknek is szerettem volna bizonyítani, hogy lássák, hogy emögött a kis törékeny test mögött azért mekkora szív van, és mekkora akarat, hogy bizonyítani szerettem volna, illetve magamnak szerettem volna bizonyítani, hogy már pedig képes vagyok bármire, amit kitűzök magamnak. Norbival nem volt konfliktus? Nem volt Norbikával, vagy Norbival, nekem mindig Norbika marad, nem volt. Igen. De milyen konfliktus lett volna? Hát az, hogy Lara győzött, Norbi nem, nyilván ja, más, de hát hogy csak így... jó testvérek vagy. Persze. Ha meg nem, akkor megvered. Hát, most, meg tudnád verni szerinted? Nem hiszem, hogy meg tudnám verni. Maximum testen, de hát Norbika nagyon magas. Szóval... Próbáljuk, hogy Viktort meg tudod-e verni. Nézzük meg. Nem, most már hivatásos ökölvívók vagyunk, most már embereket tudunk. Tényleg, hol van az a papír? Te megkaptad? Megkaptam. Nekem Daninál van akkor. Majd elkérem a boxedzőt. Nekem ki van téve az övem elé. Szóval én egyébként én úgy látom, hogy Norvikát most ezáltal visszatérítettem a box felé, mert ő egyébként abba hagyta a Starbox után, mert mint folytatta, utána egy kicsit abba maradt a suli miatt, viszont most újra szeretne elkezdeni boxolni. Ő nagyon büszke rám, és mondta, hogy ha valaha közel lesz még a boxhoz, akkor ezt fogja emlegetni, hogy a nővére az ezt megcsinálta. És a szüleid mit mondtak? Hát ők rettentő büszkék. Nagyon-nagyon büszkék. Nagyon elismerően beszélnek róla. Nyilván eddig is nagyon büszkék voltak rám, és nyilván sejtették, hogy meg fogom csinálni, mert látták, hogy mennyire elszánt vagyok, de úgy érzem, hogy most nagyon nagyot nőttem a szemükben. És milyen hatással volt ez az egész a magánéletetekre? Nyilván azért Viktor körülötted kicsit jobban zajlottak az események nyilvánosan. Ennyi a véleményem, hogy... Nem, hát nyilván tönkrement a magánéletem bele, de én tisztában voltam, hogy ez így lesz. Mert
mert ugye a nőnek arra van szüksége, hogy ott legyen mellette az állandóság, egy férfi, akire támaszkodhat. Na, én ezt nem vagyok, mert nem ez a fő dolgom. Sokféle szerelembe és hatalmas nagy szerelmekbe volt részem az életem során, és most nem ez a prioritás nálam, hanem most ugye ez volt, ez a box, hogy ezt teljesítsem. És hogyha megnézed, akármelyik háborúban vagy katonai kiképzésem, nem nagyon vannak párkapcsolatban az emberek, mert a fókuszt abszolút erre kell helyezni. Egy nővel viszont rengeteg programot, érzelmet kell megélni, ami nem rossz dolog, sőt, jó dolog, csak most nem ez volt nálam a prioritás. Úgyhogy igen, de ez időrendben hogy volt, hogy már amikor megkaptad a felkérést, akkor tudtad előre, vagy közben jöttél rá, én már tudtam. Ismerem már magamat is, meg a szenvedélyemet, hogy ha valamit kitűzök, akkor azt én 150%-kal csinálom. Úgyhogy tudtam, hogy ez lesz, így is lett, véget ért, aztán végül is volt sok izgalmas történetem közben. Na igen, azért az utolsó előtti meccseden az nem borított egy kicsit meg, hogy akkor már megint a magánéleteddel foglalkoznak, féltékenység, elrohanás. Mert akkor eufóriában voltam, hogy igazából nem tudtam, hogy mit csinálok. És senkit nem akartam én ott megsérteni, de gyakorlatilag mindenkit megsértettem, úgyhogy ügyes volt. Azóta megbékültek? A legtöbb, igen. Hány volt? Ja, hát a Lili nem békült meg, pedig nem voltunk már együtt már hónapok óta, és ezt ő hangoztatta is. De egy véletlen szájra puszi okozta egyébként ezt a sztorit, hogy véletlen mást csókoltam meg. Vagy nem tudom. Nem mást, hanem valakit. Ha mindegy. Akkor kit akartál megcsókolni? Senkit nem akarok megcsókolni. Ezek nekem új infók. Neked megnehezítetted az egész, mert talán azért nyilván férfiak talán még vonzóbbaknak tűnhetnek, hogyha elkezdenek boxolni a nőknél azért. Ja, nem. Minden. Hát ez nagyon bejött mindenkinek, hogy boxolok, szóval ilyen téren nem volt semmi gond. Ezt nagyon vagánynak gondolták, hogy egy kicsi csaj, boxol, meg minden. Sokan megkörnyékeztek? Hát, mivel nekem egyébként úgy volt ez az egész, hogy nekem egyébként pont jól jött a Starbox, mert a felkészülés elején történt a szakításom az ex-párommal, szóval nekem tulajdonképpen a legjobbkor jött az a szakítás, nyilván nagyon megviselt, de nekem a legjobbkor jött az a szakítás, mert teljesen bele tudtam temetkezni a boxba, és tényleg így hát konkrétan beköltöztem a terembe, mert oda menekültem el, és előnyömre is vált nyilván. Szóval nekem így valahogy ennek így kellett lennie, és nagyon hálás vagyok, hogy így történt, most már így utólag, akkor nem így gondoltam. De hát igen, hát emiatt... Szóval akkor oda képzelted az exed arcát, amikor... Volt egy pár alkalom, amikor igen, így sírva oda képzeltem, és őt püföltem. Úgyhogy, de most már semmi harag nincsen bennem, sőt, szóval... De igen, hát azért ez, hogy elkezdtem boxolni, nyilván kikerült a nevem, meg az arcom sok helyre, az, hogy véget ért a kapcsolatom, hát igen, sok próbálkozás volt, de nekem a box, tehát ugyanúgy nekem ez volt a prioritás, szóval senkivel nem is ismerkedtem, nem foglalkoztam a nyáron a barátnőimen kívül, meg tényleg az edzésen kívül, szóval... Hát tulajdonképpen ugyanazt tudom mondani, amit a Viktor mondott. Na, szóval hát ez volt a prioritás, és igen. Mi volt a legkeményebb, amit feladtatok a boxért? Hát a párkapcsolat. Azért egyébként nekem is a párkapcsolat, mert én is tulajdonképpen a boxot választottam. Meg azt gondoltam, hogy az alkoholról való lemondás. Alapvetően nem vagyok egy nagy ivós, meg alkoholista, meg inkább mindig kocsival jártam mindenhol, hogy ne kelljen inni. De azt hittem, hogy hiányzik. És most kipróbáltam, hogy milyen inni újra, egy év után, és tök szar. Ilyen tompa, hülyeség. Mennyire jó, hogy kiélesített a box minket. Nagyon. És már így nincs kedvem. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ez egy nagy lemondás, de nem. Egyáltalán nem. Úgyhogy mondjatok le az alkoholról. Hú, nekem egyébként... Nem voltak nagy lemondásaim. Talán a legnagyobb lemondásom az volt, hogy
hogy végre nem mással foglalkoztam, hanem önmagammal. Szóval én tulajdonképpen másokról mondtam le a saját érdekemben, mert én mindig úgy éltem az életemet, hogy előtérbe helyeztem másokat, és utána következtem én. Most nekem a legnagyobb feladatom az az volt, hogy vagyok én, és utána mások. Szóval nekem talán ez volt, semmi más. Igaz, a nőknél még inkább így van, azt hiszem, hogy picit inkább lettem, inkább szeretni akartok valaki más, és háttérbe szorítjátok magatokat, és most megtanulhattad, hogy nem kell, te vagy az első először, és aztán lehet szeretni más. Igen, ez így van. Na, hát ez igazán mélyeszható gondolatok. Vannak itt. Mi volt az, amiben a legtöbbet tanultatok? Leginkább így mentálisan, pszichésen. Nem értem a kérdést. Miben segített? Mit adott? Nem? Igen, hogy mit adott hozzá, ami nem annyira egyértelmű, hogy nem tudom, szélesebb lett a vállad. Ja, nagyon jól nézek ki. Hát az az érdekes, hogy nyilván itt a küzdelem az, meg a kitartás az, amit megkap az ember, meg azt hogy rájössz, hogy bármire képes vagy, és ez a test is bármire alkalmas. De igazából mentálisan nekem már, én már nagyon fel voltam készülve. Szóval az árvizek, meg a helyzetek megoldása, meg a sok súlyos dolog, ami történik mindig velem, azok úgy összeraktak. És emiatt talán könnyebb is volt nekem, mert nem itt tanultam meg a fejben való mentális küzdést. Nem tudom, nagyon sok mindent adott. Még most vagyok a gondolkozós fázisban. Igen. És itt is mond érdekes, hogy már most nem saját magamat vizsgálom, hanem inkább a társaimat, akiket ugye leütöttem, vagy mit csináltam velük, megvertem őket. Valahogy elkezdett az empátiám visszatérni. Most egy éven keresztül egyáltalán nem használtam az empátiámat, és csak így felderengett néha. És most elkezdtem megint érzelmes művész lenni. És talán még ez is egy jó dolog, hogy hiányzott a zene, de írtózatosan. Tehát egy évig napi 2-3 edzésem volt, vasárnapok kivételével. Ez annyira beteg az egész, csak aludni lehetett közben, meg enni. Igen, nem volt más erőd. És nem tudtam zenét szerezni. Igen. Max, csak ezt a három bevonuló zenémet, azt élveztem. És most újra kinyílik a világ, és megint zenész tudok lenni, meg művész. Nekem ezt adta, hogy visszaadta a zene szeretetemet. Fú, hát nekem, ahogy te is mondtad, hogy azért engem is akármennyire azt gondolják az emberek, hogy jaj, fiatal vagy, engem azért elég sokszor meggyepált már az élet így fiatalon is. Szóval egyébként én azokat a felépüléseket, azokat a fájdalmakat, hogy a nagymamám meghalt a karjaim közt, apának a két sztrókja, szóval azért velem történtek már elég nagy traumák az életben. Egyébként ezeket most nagyon jól bele tudtam fektetni ebbe a felkészülésbe, mert tényleg, tehát, hogy azért mentálisan engem megtörni már nagyon nehéz. Viszont az önbecsülésem, illetve a magabiztosságom, az mindig a békafeneke alatt volt, szóval azt az évek során az emberek, párkapcsolatok nagyon lerombolták. És én tényleg egy nagyon-nagyon kis hitű ember voltam, szóval én hogyha mondjuk elhívtak egy ilyen helyre, mint most, én azt gondoltam, hogy de minek hívnak egyébként, kit érdekel, hogy mi van velem, vagy miért vagyok én egyáltalán érdekes. És tulajdonképpen nekem a box az azt adta, egy olyan magabiztosságot és egy olyan önbizalmat adott, amit te mondtál, hogy tényleg bármire, amit elhatározok a testemmel, arra én képes vagyok, és hál' Istennek vissza is igazolták ezek a nyert meccsek, hogy már pedig én jó az, amit csinálok, és amiben belevágok, azt tényleg jól tudom csinálni. Illetve a másik dolog, amit adott még nekem, hogy nagyon sokszor azt gondolná az ember, hogy annyit bírunk, amennyit a testünk enged, de közben a testünk sokkal hamarabb elfárad, mint amit egyébként
mi emberek tényleg kibírunk. Szóval tényleg mi azt gondoljuk, hogy biztos, hogy volt neked is ilyen edzésen, hogy a tested már nagyon elfáradt, meg minden, azt gondoltad, hogy elhitetted magaddal, hogy fú, te itt már meghaltál, és nem bírod tovább, és utána még mindig annyi van egyébként még bennünk, és szerintem a box az ezért nagyon jó, mert tényleg olyan dolgokat hoz elő az emberből, amit nem is gondolnánk magunkról, hogy mekkora a tűrőképességünk. Szóval nekem ez az, amit adott, és nagyon megerősített. Na hát, ha motiválja ez kicsit az embereket a kezdjetek el boxolni, tényleg, nagyon jó dolog. Igazából bármi más, de egy mindenkinek segít, akármilyen téren. Nagyon. A sport az egy hibátlan dolog. Meg kiemeli a szegénységből az embereket. Rengeteg boxolót egyébként. Ez így van. Ha igen. Nézzük a történelmet. Úgyhogy igen, hasznos. Nézzük meg még azt, hogy kikkel boxolnátok szívesen. Van-e olyan a fejetekben? Én mondtam már ezeket. Én Majkát nagyon szívesen megverném. Kassa Tibit is megverném. Győzikét is. Kit verjek még meg? Ja, a Dalai Lámát akartam nagyon. Szóval így nyilván, mivel az ellenfeleimre összpontosítottam, én nem is, meg nekem így nincsen senkivel konfliktusom. Még azért nem vagyok annyi idős, hogy kialakult volna bárkivel is ilyen hatalmas nagy konfliktusom így a celeb világban, remélem, hogy nem is fog. Úgyhogy én erre most nem tudok választ adni egyébként. De egy kedves kis lény vagy, úgyhogy neked nem lesz ilyen. Szerintem se. Én nagyon konfliktuskerülő vagyok, úgyhogy nem. Hát akit elém tesznek, azt majd is meg kell verni, azt majd megverem. Jó, hát akkor majd hozzuk azokat, akiket úgy gondolunk. Na és akkor folytatni fogjátok-e a boxot? Mindenféleképpen. Én, hogyha lesz rá lehetőség, hogy jövőre elinduljak a hellboxingon, akkor én mindenféleképpen el szeretnék ott is indulni. Már csak azért, mert egy olyan jó rendszert adott ez az egész az életemnek, be is költözök a városba, hogy ne kelljen annyit ingáznom Szentendréről Érdre, úgyhogy meg annyira megszerettem az edzőmet is, hogy már nem tudnám abba hagyni, tényleg. Én azt gondoltam, hogy most, hogy vége lesz, meg győztünk, akkor most egy-két hónapra biztos, hogy semmit nem fogok csinálni, mert annyira elfáradtam. Ugyanez. Ezt holnap már megyek edzésre. És pont ez, hogy eltelt két nap, és már megőrülök, hogy nem történik a testemmel semmi durvaság. Úgyhogy igen. Igen, hogy folytatok. Nem izzadok, tehát hogy igen, megszoktuk kell, ezt a brutális igen. Terhelést. És, igen. És most már szükséges. Meg valójában itt hormonok termelődnek, ilyen dopamin, meg endorfin, meg nekem én mindig olyan jól, olyan más embernek éreztem magam, vagy érzem magam egy edzés után, szóval nekem bármilyen rossz napom volt, és nem volt kedvem menni edzésre, tudtam, hogy el kell mennem, mert utána egyszerűen minden csodás. Ez a dopamin. Igen, szóval... Hihetetlen, nagyon-nagyon megszerettük. Igen, látszik rajtatok, hogy imádjátok a boxot, úgyhogy akkor sok sikert a jövőben, remélem, hogy indulni fog a Hellboxing klub is, úgyhogy. De jó lenne. Úgyhogy kíváncsian várjuk, és köszönjük szépen, hogy megverjük az európaiakat is. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk legközelebb is, és iratkozzatok fel a lehető legtöbb platformunkon. Sziasztok!